Az Európai Unió országai közül Romániában nőtt a legnagyobb mértékben a kiskereskedelmi forgalom áprilisban. Az Eurostat adatai szerint az előző év hasonló időszakához képest éves kivetítésben 20,1%-kal több árut forgalmaztak a hazai boltok. Ehhez képest az Európai Uniós átlagnövekedés 2,4%-ot tesz ki, míg az euróövezetben csak az 1,4%-ot éri el. Európai szinten elsősorban az üzemanyag kereskedelem nőtt 3,1%-kal, míg az élelmiszerek 1,9%-kal fogytak jobban. Míg Románia után Luxemburg következik 16,7%-os növekedéssel, Belgiumban 2,3%-kal csökkent a boltok forgalma.